Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Cards Hun, és a mai videóban pedig a tökéletes szettet nézzük meg, hiszen Fifine-ekkal megint beszéltem, tökéletes, nagyon-nagyon tetszik. De tényleg sokkal jobb az előzőnél a gaming mikrofonom, amit az előző videóban láthatatok jobb felsőbe. Viszont szerettünk volna akkor már fejleszteni, és akkor velük egyébként a rendes bontós, kártyás bontós helyhez. Úgyhogy ez most egy nagy fejlesztés lesz. Ez az ő állványuk, ahogy látjátok, nem föntről benyúlós, hanem akár lehet máshogyan is, alulról. Tehát ez tényleg, ahogy írják, prémium. Ilyen megoldások, ilyen 360 fokos megoldások, tehát csak a menő vagány cuccoknál van, reméljük a strapa bíró is lesz. Illetve ezt már nézegettem a mikrofonjukat, és ez az AM8-asat megkérdeztem tőlük, hogy egy ilyet nem-e kaphatnék tesztre, mert hogy ez az, ami nagyon-nagyon király, és ebbe válik, akkor viszont ebből vásárlás is lesz. Az RGB az csak tényleg már csak extra, de egyébként ami nekem nagyon-nagyon bejött, hogy a mikrofon hangerejét lehet rajta állítani, ha megnézitek. Ott a kis potméter, de majd kicsomagoljuk a terméket, mindjárt megnézzük közelebbről. XLR-rel csatlakozik, ami azért fontos, mert hogyha majd esetleg lesz keverőpult, akkor még abba is szinte mindenféle gond nélkül bele tud menni. Ez a termék érdekel engem a legjobban, hiszen ez egy állvány, tehát erről de sok minden nem fog tudni elmondani. Itt néhány fontos adat egyébként ugyanúgy lehet mute-olni egy gombnyomással mindennel. Lessük meg. Itt van egy kis gyors füzet, hogy mégis hogyan kell csatlakoztatni a géphez, meg minden ilyesmi. Választhatsz használatot C-n, jack-en, amit szeretnél, XLR-en. Ezt majd meg fogom nézni. Ó, ha van súlya, fejbe dobnálak vele, ott maradnál, nem tervezek ilyet. Tart, hogyha talpasan szeretnéd használni, mekkora ez az eszköz? Mekkora ez az eszköz? Jó, fekete beleolvad mindenbe. Kábel, tök jó ez is. C-s ugye, egyik vége, másik vége, USB. De finom a szivacs. De finom a szivacs, a tekerők is baromi jól néznek ki. Potméter állító, itt a fényt állítod. Ott az XLR-be menet, ha komolyabban gondolkodsz. Illetve jack C, és ez fog körbe világítani. Itt pedig a mindenre jó kis mount, tehát ezzel tényleg mindenhova tudod rögzíteni. Nagyon komoly. És ezzel meg lehet szorítani. Figyeld, és akkor nem fog mozogni. Akkor így megáll. Kilazítod, akkor meg lehet hajlítgatni, tehát ezen tudsz így szorítani. Nagyon komoly ez a szivacs. Ó, azt a mindenit. Nem kis cucc. Tészta szűrő rajta. Brutális, brutális. És mondom, erre is akár fel lehet csattintani, és ha nincsen hozzá semmilyen más eszközöd, állványra gondolok itt, semmi probléma, fogod és már tudod így is használni önmagába. Ez nagyon-nagyon tetszik ez a része, a kábel szokásosan egészen minőségi. Nézzük meg akkor magát az állványt, hogy az hogyan van becsomagolva. Itt is kettő darab ragacs fogjait mutatja is, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban, méreteit elemzi. Meglátjuk, hogy ez hasznos lesz-e nekem. Mert van egy másik állvány, de mindenféleképpen érdekes, hogy ez vajon mennyire válik be, mennyivel lehet ez jobb. Itt is egy beüzemelési füzet, nagyon jó, majd később belolvasom. Ó, igen, az anyaghasználat, az már most látszik. Azt a mindenit, és ezen is lehet természetesen mindenfélét állítgatni. Hűha, komoly, komoly, eléggé drabális eszközről van szó. Kis imbusz, nagyon jó, az is fekete, természetesen, nem ezüst színű. Ezzel az asztalhoz rögzített, tappancsok, puha, hogy ne csössze szét az asztalt. Az komoly azért, ezzel meg lehet szorítani szerintem. Asztal, hát, sajnálok egy kicsit. És még egy kis alkatrész, amivel ugye a mikrofont fel tudod teljes mértékben tenni rá, és ennyi, nem is kell több. Úgyhogy beüzemelem, nézzük meg, hogy hogyan néz ki használat közben. Kisebb fajta kibontós tesztből időközben egy tartós teszt lett, hiszen már több mint egy hónapja használjuk a Fifine
AmpliGame AM8 RGB-s eszközét. Nagyon-nagyon jól néz ki egyébként, kifejezetten poén az alján ez a világítós rész, lehet váltogatni egyébként a színeit különböző színmódokon, illetve kikapcsolhatod, hogyha nem tetszik. Ez amúgy jó pofa, és úgy is működik, hogyha ki van kapcsolva a gépet, tehát kap áramot USB-ről, és úgy is ilyen éjjeli fénynek szokták hívni itt a kollégák az irodában, mert látják, hogy mindig RGB-zik, mi bent hagyjuk, de egyébként onnan ki tudod kapcsolni magán az eszközön is, ez gép bekapcsolási állapottól független. Egyébként csomó beállítási lehetőség van a mikrofonon, ugyanúgy, ahogy más Fifine termékeket, itt is egy érintéssel tudod mute-olni, úgyhogy ez az AM8-as AmpliGame, ez zseniális. Tehát nekünk nagyon-nagyon megfelel az összes beállítási lehetőség, ami rajta van, hiszen még a mikrofon hangerejét is, ilyet amúgy nem sűrűn látok ebbe az árkategóriába, tehát a mikrofon hangereje mellett még a jacknek a hangerejét is tudod, tehát tudsz egy monitort rárakni, hangmonitort, akár a füledbe bedugod, hogy mit hallasz, stb. Ezek mind működnek, annak a hangerejét is lehet állítani, C-vel csatlakozik ugye gépre, és ami nekünk nagyon fontos volt, hogyha fejlesztünk, akkor ne az legyen, hogy a nulláról kell indítani, hanem legyen valamink a kezünkbe, hogyha fejlesztünk egy komoly stúdióeszközre, akár egy olyan hangkeverőre, amire mondjuk XLR-re szokás rátenni, XLR kábellel az eszközöket, hát ez tudja azt is, mert hogy laptopon, PS-en, Xboxon, mindenfélén tudod USB-C-vel, és bizony, hogy XLR-rel a komolyabb keverőkre is rá tudod tenni, hangkeverőkre, ami számomra ilyen döbbenet, nagyon menő. Az eszköz nem kicsi, meglepően nem kicsi, súlya is van, úgyhogy valami erősebb kar kell hozzá. Erre gondolt egyébként a Fifine, nagyon jó fejek voltak, és küldtek egy kart, ami meg is tudja tartani egy komolyabb kar, még kábel csatorna is van a mikrofon karban, hát azért ilyet se sűrűn láttam ebbe az árszegmensbe. Ezek nagyon olcsó eszközök ahhoz képest, hogy mit tudnak. Ezt vegyétek figyelembe, mert tényleg amúgy minket is meglepett, hogy ebbe az árkategóriába tudják a minőségi csatlakozást, a szép RGB megjelenést, a nagyon jó hangot, nagyon jó zajszűréssel, tehát akár a billentyűzetnek a klattyogását, egért simán ezeket mind kiszűri. Mondom a legdurvábbat, ott van a mikrofon mellett pár centire a gépen, mert az asztalra került fel, hogy minden kábel rendben elérje mindenhova, tehát a mikrofon mellett van az asztali gépem, ami ha a videokártyán is megy a ventilátor, mert kell neki a hűtés, akkor éppenséggel 11, összeszámoltam, 11 ventilátor forog benne, tehát gondolhatod, hogy ezért van egy alap ilyen szervertermes zúgás annak a gépnek ott, hát simán ez a mikrofon, ez nagyon-nagyon simán kiszedi ezt a zajt, hiszen nem is halljátok a videókban, ha halljátok, akkor ott van, az összes videónál ezt a mikrofont használjuk már egy hónapja, az én Football Cartoon csatornám, a Trading Cartoon, illetve a Gamingen, amikor ilyen asztali bontás van, akkor ezt szoktam használni, a gémelés közben pedig egy másik, egy picit még olcsóbb Fifine terméket használok, de arról is volt videó, nem láttad van, lesz meg jobb felsőbe, hogyha azt mondták volna, hogy visszakérik, megveszem. Ezt minden szponzi nélkül, meg nem nélkül mondom, megvettem volna, mert óriási biztonságot ad nekem, hogy a sok funkció mellett, a beállítási funkció mellett, amiket mondtam, nem elég, hogy jól néz ki a videókban, ez nem is számít annyira, hanem inkább az, hogy még egy keverőpulttal is tök jó együtt tud működni, tehát a jövőbeli fejlesztésekre is kompatibilis lesz, úgyhogy ez tök jó indításképpen. Popfiltert, egy elég vastag szivacs váltja itt ki, tehát nagyon-nagyon vastag az a szivacs, tehát ilyen köpködő hangok egyáltalán nem fognak beleszűrődni. Különösebb program nincsen hozzá, nem is kell egyébként, amit kell állítanod, azt a mikrofonon tudod állítani, úgyhogy ezáltal így egyszerű a működtetése, az üzemeltetése. Én mindenkinek, minden streamernek, vagy bárki, aki szeretne egy jobb minőségű mikrofont, én meleg szívvel tudom ajánlani, egyáltalán nem csalódtam ebbe az eszközbe, árérték arányban szerintem zseniális. Köszönöm szépen a Fifine-nek, hogy biztosították az AmpliGame AM8-as, szerintem már azért ez egy profibb mikrofon, folyamatosan ezt fogjuk használni, mert annyira király és nagyon tetszik nekünk ez az eszköz. Legközelebb találkozunk a következő videóban, addig is jók legyetek, nézzetek rá a linkekre, ott vannak a leírásban. Sziasztok!